Mi a véleményed a fóliaházakról? Szerintem zseniálisak. Ez így igaz. Tökéletes helye van a városi környezetben is, és remekül működik. Csodás. Elképesztően izgatott vagyok, hogy uborkát ültetünk. Igen. Imádom őket. Azon zöldségek közé tartozik, aminél észrevehető különbség van a finom, házi termesztésű és az importált műanyaggal borított zöldségek között. Fogalmam sincs, hogyan kell termeszteni őket. Akár 3 méter magasra is megnőnek. Na hát. Kúszó növény. Nagyon hasonlít a paradicsomra. Oké. Tehát több mint fejmagasságra van szükségünk, ami itt megvan. Mindegyik nagyon egészséges termést hoz. Akár 20 uborkát is. Nagyon durva. Jó. Minél magasabbra nő, annál több uborkánk lesz. 2 fajtát fogunk ültetni. Van egy meglehetősen egyszerű, a neve Passandra. Okay. A másik fajta, ezen mindig nevetek, a Burpless. Jó. Te is tudod, hogy van ez, vagyis épp, hogy nem, mert nyilvánvalóan hölgy nyilván. Vagy. Az uborka befögésre készteti az embert, mert a héja nehezen emészthető. Mert nagyon alacsony a vegyület, ami... A befögés. A befögés, a befifaktor. Ettől nem fogunk. Ültetőföldet használunk. Mennyire éhesek? Csak pár hétig lesznek itt, szóval az ültetőföld teljesen jó lesz. Töltsem túl? Így van, túltöltés. Oké, kész? Igen. Szerintem a tiéd lesz, Passandra. Jó így, ugye? Cassandra, a legjobb barátnőm a Bristoli Egyetemről. Én csinálom a Burpless-t. Nem olyan pici magok, jó velük dolgozni. Kérdezhetek valamit? Az oldalára fordítva ültetjük, vagy... Igen. Ez az. Kitaláltad. 1 centiméteres mélységig nyomjuk. Jó, végeztünk? Igen, vigyük be őket az üvegházba. Miért visszük be őket az üvegházba? Mert ott fogjuk tárolni őket. Akkor miért nem ott csináltuk az egészet? Mert meg akartam mutatni a fóliát. Ó, Istenem, tényleg megérte. Körülbelül 3 hét telt el azóta, hogy elültettük az uborka magokat. Ideje átültetni őket. De először is fel kell tennem egy nagyon fontos kérdést. Michael Kelly, mit csinálsz a létrán? Tudod, hogy mindig szeretek magassági előnyt szerezni, amikor veled beszélek. Erősnek érzem magam tőle. Az uborkáinkat előkészítettük az ültetésre, és mivel kúszó növény, nagyon hasonlít a paradicsomra, így akár 3-4 méteresre is megnő. Felvezetjük őket ezen a zsinegen. Ezt egy meglehetősen egyszerű csomóba fogjuk kötni, minden uborkához 1 szál kell. Mélyre kellett ásnod a régi cserkész tudásodért, igaz? No, nem igazán, nagyon egyszerű. 2 fél horog. Ugrás! Nagyon szépen fejlődnek itt. Kezdenek kicsit kifogyni a tápanyagból. Általában 1 marék hénárport dobnék rá, de ezt most megháromszorozom. Beindult, emberek! Csak úgy tolja neki a hénárport. Még mielőtt megőrülnénk, odaadom neked ez a hénárport. Nálam van a baromfi trágya pellet, mindegyikből 3 marékkal dobunk erre a területre. 3-at mondtál, ugye tudod? És azt is, hogy mit jelent ez Karen O'Donohue-nak. Hogy lesz ebből 5 is. Igen. Két sorunk lesz, minden sorban 3 növénnyel. Tehát azzal kezdem, hogy kiássuk a lyukat egy kicsit nagyobbra, mint maga a modul, hogy elég helyünk legyen. Azt szeretnénk, hogy szép és feszes legyen, hogy legyen benne tartás, ne legyen túl laza. Tegyél bele egy kis földet, ami megtartja. Oké. Ide adnád az egyiket? Csak tedd a tetejére, majd turd vissza a talajt, és ennyi. Még nem elég nagy ahhoz, hogy körbejárja, igen. De majd bátorítjuk, hogy aztán megtalálja a módját, és majd felkúszik rá. Körülbelül 30 cm-re helyezzük el őket egymástól, ami nagyjából a simítónk hosszúsága. Nagyon specifikus. Megvan a terv. Nekiállunk az ültetésnek. For now.
Alaposan megöntözzük, mert a gyökerek szeretik a vizet, így ez ösztönözni fogja őket a megtelepedésre. Ebben a szakaszban rendszeresen öntözzük, mert a gyökerek keresik a vizet. Ne aggódj, mert a paradicsomnál mindig aggódsz, hogy a levelekre nedvesség kerül. Az uborkánál nem kell ettől tartanunk, szeretik a párás környezetet. Okay. Csak rengeteg víz kell, szinte minden nap öntözni fogjuk. Jó, remek. Szerintem beállítottuk a menetrendet. Ugye megmondtam. Elképesztőek, nem igaz? Annyira szépek. Gyere, számold meg gyorsan. Már is. Kb. 16-17 uborka lesz egyelőre, valahogy így. És még csak a magasságuk negyedét sem érték el, ugye? Pontosan, egészen a csúcsra törnek, és onnan lógnak lefelé, ha engedjük nekik. Megvannak a saját kis indáik. De most még nem megy túl jól a mászás. Nagyon óvatosan kötjük őket oda, mert ha a növény eltörik, vége a játéknak. Okay, tehát kell nekik egy kis segítség. Kell egy kis segítség. Hogy feltekeredjen. Igen. A paradicsomhoz hasonlóan oldalhajtásokat is hoznak. Próbál minél több hajtást, termést hozni. A végeredmény egy hatalmas növény lesz, vagyis túl sok energiát fordítanak a levelek fejlesztésére, így nem jut elég magára a termésre. Szóval ki fogjuk csípni őket. Imádják a párás környezetet, locsolhatjuk őket felülről, így a nedvesség a levelekre kerül. Nagyon jól érzik itt magukat. Reméljük, hogy még sokáig ilyen lesz. Nagyon nagy a nitrogén igénye. Az ilyen hatalmas növényeknek rengeteg takarmányra van szükségük ahhoz, hogy boldogok legyenek, ezért hoztam egy kis nitrogénpelletet, amit a növények tövébe szórok. Mindegyikre egy maroknyit. A burpless-en sajnos lisztharmatot látok. Nem örülök, mert tisztán látható a fehér penész a leveleken. Azt hihetnénk, hogy a túlzott nedvesség okozza, de valójában ez a szárazság jele. Ha ezt a problémát észleljük, van egy nagyon egyszerű módszer, amivel kezelhetjük. Sovány tejet és ne zsírosat használjunk, a zsírostól büdösek lesznek a levelek. 10 rész víz mellé használjunk egy rész tejet. Csak ráöntjük a levelekre, folytatjuk a kezelést és reméljük a legjobbakat. A kezelés megvolt, meg is locsoltam őket. Pár hét múlva már jöhetünk és leszedni a termést. Nézzék meg ezeknek az uborkáknak a méretét. Mintha csak nőttek és nőttek volna. Ebben a szakaszban majdnem 3 méter magasak is lehetnek, és még mindig nőnek. Egy teljesen kifejlett uborka súlya is jelentős, és ennek a szálkás és kúszó növénynek körülbelül 30-40 darabot kell elviselnie egyszerre. Ez úgy alakul ki, hogy ahogy nő, ilyen kis indákat növeszt, ami megragadja a zsineget, amit ide tettünk neki. Ez adja a támasztékot. Annyira specifikus, hogy úgy tűnik, mintha a zsinegre kötöttük volna, de természetesen ez csak a természet varázslata. És ez az, ami lehetővé teszi számára, hogy növekedése során megtartsa ezt a súlyt. Teljesen hihetetlen. Elég a csevegésből, kezdjük a betakarítást. Milyen nagyok, elképesztően bámulatosak.